kidobott fenyőfák egymás hegyén hátán szexádom. Január elején nem szokatlan látvány ez, különösen a vízkeresztet követően. Az emberek zöme ugyanis ilyenkor szabadul meg karácsonyfájától. A hulladékszállításáért felelős cég vezetője azt mondja, januárban két időpontban indítanak egy olyan járatot, ami járja majd a várost, és kifejezetten az örökzöldeket gyűjti majd össze. Január 14-én és 28-án ütemezés szerint szállítjuk a fenyőfákat, ez szintén része az zöld hulladék szállítási programnak. Ezen időn belül a Szekszárdon, a megyeszékhelyen az összes fenyőfát be fogjuk gyűjteni és elszállítjuk. A kis településeken természetesen más-más időpontokban, de ugyanígy végrehajtjuk a fenyőfák elszállítását. A szolgáltató cég azt kéri a lakosságtól, hogy a fákról szedjék le a díszeket, papírokat, és az ingatlanok elé helyezzék azokat ki, de úgy, hogy a jármű meg tudja azt közelíteni. És figyelni kell arra is, hogy az örökzöld ne akadályozza sem a gyalogosokat, sem az úttesten a parkolást, illetve a gépkocsik forgalmát. Azt kérik továbbá, hogy más zöld hulladékot semmilyen formába ne tegyenek ki, mert azokat nem áll módjukban elszállítani. A zöld hulladék gyűjtő járat ugyanis áprilisban indul, és változásokat terveznek azon a téren is. Szekszárdon egyébként becslések szerint 12 000 darab tűlevelű kerül az utcákra karácsony követően. A kiszolgált tűlevelőeket először aprítják, majd azt követően elégetik.